A lengyel hatóságok attól tartanak, hogy növekedhet a feszültség a Fehér Oroszországgal közös határon az ott összegyűlt illegális bevándorlók miatt. A jövőben szükségük lehet nemzetközi segítségre, de még nem igénylik az Európai Határügynökség közbenjárását. Az Európai Unió képviselői várhatóan az ENSZ közvetítésével tárgyalnak a határ mentén kialakult helyzetről. Lezárta a határait Lengyelország, ahol tömegesen gyűltek össze illegális bevándorlók. Több százan lapáttal és drótvágóval igyekeztek átjutni a kerítésen. A lengyel rohamrendőrök felsorakoztak a határ túloldalán, és volt, hogy könnygázt is bevetettek. A lengyel kormány szóvivője szerint a határ mentén letáborozó illegális bevándorlók száma 3-4 ezer körülére tehető, és több ezer új érkezőt várnak a következő hetekben. A lengyel belügyminiszter pedig arról tájékoztatott, hogy a határőrség mozgósítása mellett terrorelhárítókat is vezényeltek a határa, de már a hadsereg 12 ezer katonája is a helyszínen van. A határhoz látogatott a lengyel miniszterelnök is, aki kijelentette, hogy Fehér Oroszország tervezett akció keretében küldi az illegális bevándorlókat a határa, hogy nyomást helyezzen a szomszédos országokra. A Lukasenka vezette rezsim hibrid háborúban civileket már fegyverként használ, és keresik a határ gyenge pontjait, jelentette ki Mateusz Morawiecki, aki úgy vélte, hogy az Európai Unió stabilitását és biztonságát éri fenyegetés. Az Európai Bizottság gengszterekhez hasonló technikákkal vádolta meg Fehér Oroszországot, amiért szerintük azzal hitegetik a migránsokat, hogy onnan könnyen bejutnak majd az EU-ba. Embertelen, elfogadhatatlan és illegális, ahogy a Lukasenka rezsim előidézi ezt a helyzetet. Látszólag hivatalos csatornákon keresztül keresik fel a szélszemélyeket, beleértve a konzulátusokat, nagykövetségeket és utazási irodákat. Majd felajánlják nekik, hogy megszervezik az utat a határig. Ezt mondta az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének szóvivője. Litvánia is elkezdett felkészülni az illegális bevándorlók hullámára Fehér Oroszország felől, és katonákat is küldött a határra. Az ország 152 millió eurót különített el a határkerítés felépítésére. Az 500 kilométeres kerítés a tervek szerint jövő év szeptemberére fog elkészülni. Litvánia augusztus óta több mint 5600 illegális bevándorlót állított meg a határainál, akiket visszaküldött Fehér Oroszországba.